Végzsolt ügyvezető igazgató elmondta, hálásak, hogy az előző évadhoz képest nőtt a bérletesek száma, már 4000-en vannak, Pápán 1300-an. Az ovi sokvárosunkban a Pegazus Színházban lehetnek először részesei a színházi élménynek. A Csalamádé című történetben Csalavári és Pomádé, a két vándor cirkuszos találkozik, s rájönnek, hogy együtt könnyebb, Csalamádé néven új társulatot alapítanak. Ez egy nagyon aktuális dologra reflektál, úgy gondolom, amit a gyerekeknek a játékon, nevetésen keresztül szeretnénk elmondani, hogy együtt, közösen, egymásért. A darab a vándorkomédiák világát eleveníti fel, amikor például elengedhetetlen vicces elem volt a Bolha cirkusz. Rózsás Anna és Vég Zsolt magával ragadó, meggyőző játékának köszönhetően a gyerekek komolyan vették az eltűnt legifjabb Bolha amorózó keresését is. A darab második felében megjelenik egy másik mese is, a három kismalac és a farkasok. Az energia árak a Pegazus Színház életét is megnehezítik, mondta Vég Zsolt, de igyekeznek mindent megtenni azért, hogy működni tudjanak. Mi is mit tudunk tenni, számolgatunk, variálunk, ide-oda toligáljuk ugye a szükséges összegeket, de akkor is azt mondjuk, hogy ennek mennie kell, a gyerekeknek színházba kell járjanak. A Pegazus Színház a napokban még Pápán játssza ezt az előadást, aztán tájolni indulnak. Decemberben terveznek egy családi napot, januárban pedig jön az új darab, a Jancsi és Juliska.